Na csácsumi csörtészt a csokoládé, szevasztok traktoralcó, a kapátok újra visszatért, aztán folytatjuk a Farming Simulator 22 100 év a mezőgazdaságban videó sorozat következő részével, azt hittétek már abba hagyom ezt a sorozatot, de nem, csak hogy egyébként így most elindult egy-két dolog a csatornán, ugye például live-ozunk minden este 8 órakor, úgyhogy gyertek, aztán nézzétek egyelőre My Summer Car, és úgy utána, hogyha azt széjjel toltuk azt a játékot, akkor fogjuk folytatni a következő különböző dolgokkal is, úgyhogy lesznek itt érdekes események, srácok. Egyébként 1926-ot írunk, amikor ugye edukációs dolog történik. Most Keeper elmondja, hogy mi történik a világban, és mi történt Magyarországon 1926-ban. Hát kezdjük a világban történő eseményekkel. 1926-ban hatalomra kerül, vagyis trónra kerül Hirohito császár. Aki nem tudná, Hirohito császár volt hatalmon, amikor elindult Japánnak az a törekvése, hogy konkrétan itt szeretné meghódítani az egész csendes-óceáni térséget, beleértve még Kínát is. Ugye eléggé globális terveik voltak, világuralmi terveik voltak, mivel ugye Japán az egy szigetország, eléggé kevés férőhelyjel, eléggé kevés nyersanyaggal, és úgy gondolta, hogy ezt szeretné megváltoztatni, és 1926-ban Hirohito császár került hatalomra, ahonnan így talán így elindíthatjuk ezt a folyamatot, hogy úgy gondolták ők, hogy legyünk a csendes-óceáni térség urai minimum, ugye. Második világháború teljesedett ez ki teljesen. De előtte ugye még már voltak ott különböző problémák, ott cseszegették a körülöttük lévő népeket, többek között Kínát is. Na, gyerekek, viszont Magyarországon is történt valami, amire nagyon büszkék voltunk 1926-ban, és iszonyatosan nagy szégyen lett Magyarországra nézve, bevezették a pengőt. Ugye eléggé ambiciózus terveink voltak a pengővel kapcsolatban, és odáig fajult a dolog később, hogy a pengő lett a világ leginflálódottabb valutája. Konkrétan olyan szintű infláció lett a legvégére a pengővel kapcsolatban, hogy ilyen az árak ilyen óránként duplázódtak, gyerekek. Azt képzeld el, hogy reggel veszel egy jelt 300-ért, egy óra múlva már 600, egy óra múlva már 1200, egy óra múlva már 2400 forint, és így ment tovább, és ugye egész ez addig tartott, amíg le kellett váltani a forintra, brutális, olyan pénz címletek kerültek forgalomba, hogy a világ nem látott még olyat, ugye különböző billpengők, és ott már olyan, az volt a durva, hogy úgy voltak ugye megfogalmazva ezek a címletek, hogy már nem tudták nullákkal kiírni, vagyis már nem is lett volna értelme nullákkal kiírni, tudjátok, a milliárd, meg biliárd, meg az is, nem a biliárd, az egy asztali játék, tudom, de nem tudták volna ugye kiírni nullákkal, hanem akkor már számokkal írt, vagy nem tudták volna számokkal kiírni, ezért betűkkel írták ki a bankjegyekre. És még mindig, ha jól tudom, akkor Magyarország büszkélkedhet a legnagyobb címletű bankjeggyel, ami ugye pengő volt. Na, gyerekek, de foglalkozunk egy kicsit ma a mezőgazdasággal, mert egyébként megoroltatok rám. Várjatok, egyet hadd csinálják meg, képerétel izé van. Ezt a járművet vissza kellene hozni a farmára, addig meg dumálok egy kicsit, mert egyébként voltak itt ötletek, hogy mit szeretnétek látni ebben a sorozatban. Egy-két ember nehezményezi, hogy még egyelőre csak ilyen gépekkel működünk, meg volt olyan komment is, hogy jaj, nagyon rossz volt az előző rész, olyan szempontból, hogy tök jó, autentikus, meg minden, de ugye egy órán keresztül fát szedtünk, meg ugye fuvaroztuk. Hát figyelj! Hogy mondjam ezt? El lehet erre menni? Mert akkor elmennék. Tök érdekes lenne. Menjünk erre még soha nem mentem. Oda nem ekkora lug van. Na, de ki akarok erre térni? Ugye ez a sorozat, főleg ugye ezért valamilyen szinten különleges, mert megmondom őszintén, tényleg nem egy olyan nagy True Vibe, nem én találtam fel a spanyol viaszt, viszont ilyen sorozatot még nagyon nem láttam YouTube-on. És ezt a sorozatot így végig kellene szerintem vinnünk, hogy konkrétan tényleg éveket lépünk. És mivel 1925 volt ugye még az előző részben, ezért nem nagyon tudtam mást kieszközölni, mivel mind ilyen gépekkel dolgozni.
Tudom, hogy ezek lassúak, erőtlenek, de ezek voltak 1925-ben, 1926-ban. Nem sokára fognak érkezni a sokkal erősebb gépek, rengeteg időt fogunk eltölteni. Modern gépekkel, akár már drónokkal fogunk permetezni, meg automatizált traktorok vezetén nélkül fogják művelni a földet a sorozat végén, srácok. De most egyelőre itt tartunk, és ezt ki kellene szerintem élvezni. És így lesz kerek egész ez a történet, ez a sorozat. Hogyha így minden egyes részét így kielvezzük szerintem. Amit még akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ja, azt is említettétek, hogy hú, tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan Farming Simulator 22-es sorozat, amiben ugye ilyen rendszerváltás előtti gépekkel tolnánk. De hát ez a sorozat az pont abban lesz szép, hogy ugye el fogunk érni abba a fejlettségi korba, amikor meg fognak jönni majd az MTZ-k, jönni fognak a DT-k, jönni fognak a rábák, a kirovecek, sorba ugye először az első generációs kirovecek, jönnek a T-150-ek, úgyhogy jönni fognak olyan gépek, amik ugye a fejlődéssel gyakorlatilag meg fogunk tudni kapni. És ez szerintem ez tök érdekes lesz, és egy csomó részt, rengeteg részt el fogunk tölteni, gyerekek. Hát képzeljétek el, hát így 40-es évektől egészen a 90-es évekig konkrétan benne fogunk lenni egy olyan millióbe, ami egyezni fog azzal, hogy mintha egy olyan sorozat lenne, ami rendszerváltás előtti gépekkel fog operálni. Szóval 30 vagy 40 részen, vagy 5, nem is, ne, basszus, 50 részen keresztül valószínűleg rendszerváltás előtti gépekkel fogunk működni. Tehát ilyen MTZ-kkel, kirovetszer lábával, meg ilyenne. Szóval ennek nem lenne értelmes kezdeni egy olyan sorozatot, amelyik ilyen gépekkel fog működni, mert igazából ez a sorozat rengeteg ideig fog azokkal létezni, azokkal a gépekkel. Úgyhogy ha ezt kivárjátok, tudom, hogy még lassú ez a sorozat. Gondolkoztam azon is, hogy egyébként, hogy egy ilyen 5 évente léptessek, de akkor meg olyan gyorsan kimenne ez. Én úgy gondoltam, hogy ez a sorozat tök jó, mert még körülbelül, hogy hát látjátok, ezek 26-ban, hogy a 2024-ig körülbelül, ha kimegy, akkor még van vissza 98 évünk, és 98 év, az ugye 98 rész. Tehát, akkor gyakorlatilag tudnánk azt csinálni, hogy szerintem az egy olyan novemberig kihúzná, és akkor ugye jön a Farming Simulator 25, és akkor egy éles váltással tudnánk oda is kitalálni egy sorozatot. Úgyhogy szerintem, bocs, srácok, hogy itt még így működik ez a dolog, de ha végig valaki végignézi ezt a sorozatot, jó, tudom, hogy ez nem egy dokumentumfilm sorozat, és nem egy olyan nagyon sok információval látja el az embereket, de mégis képbe leszel valamilyen szinten a mezőgazdaság fejlődésével. Tudom, nem bántom ezzel meg a világot, de akkor is egy kicsit ilyen edukatív jellege is van az egésznek. Tök jó szerintem, hogy belevittük azt, hogy beszélünk egy kis külpolitikáról, belpolitikáról, különböző esetleg találmányokról, ugye, hogy mi történik a világban, és akkor úgy tudjuk magunkat hova helyezni itt a Farming Simulatoron belül is, hogy éppen mi az, ami történik rajtunk kívül, itt a falunk kívül. És ez a falu, oké, hogy nem egy FSH 5.0 vagy akármennyi, nem egy alsó újlag, de szerintem simán elmegy egy magyar falunak. Én ezt nagyon-nagyon érzem azt, hogy ez egy ilyen magyar falu jellegű. Ó, bazze! Egyébként ezen kéne állítanom, hogy ezt a kormányt, gyerekek, ez iszonyatosan lassan szeri át, de ez, lehet, hogy ez azért is van. Mert ez egy ilyen nagyon-nagyon retro gép, és ezt a kormánykereket én elhiszem, hogy nagyon nehéz volt áttekerni egyik oldalról a másikra. Viszont azt is írtátok, hogy legyen mezőgazdaság, és arra gondoltam, hogy ma kellene mezőgazdasággal foglalkozni, és egy olyan mezőgazdasággal fogunk foglalkozni, ami azért érdekel mindenkit, meg azért ez a non plus ultrája a mezőgazdaságnak. Igaz, hogy ugye minden egyes lépés az tök érdekes, de ez most különlegesen érdekes lesz szerintem, mert igazából ez a koronája, ez a haba tortán a mezőgazdaságnak, amikor ugye aratni fogunk. És igen, tudom, hogy ez az egyföldünkből, és ez nem valószínű, hogy fogunk tudni aratni, de én egyébként így mindig megpróbálom tervezni a gameplayt, hogy legyen egy ilyen folyamata, hogy legyen érdekes, ne csak az legyen, hogy ide leülök, azt se tudom, mit csinálok. Bármennyire is nem összeszedettnek tűnik ez a sorozat, mert tudom, hogy általában azt nézitek ki belőlem, hogy hát a Keeper az mindig csinál egy ilyen nem összeszedett
boldogságot, de azért próbálok egy ilyen koherens egészet készíteni, ha legalább másból nem ebből a 100 év a mezőgazdaságomból. És az a terv, gyerekek, hogy szerintem kellene venni egy földet. Nagyon jó, mert augusztus van, ugye ilyenkor terem a búza, amire nekünk egyébként tök jó szükségünk lenne, egyébként, de jó, jó, várjatok, már előre tudom egyébként, hogy mit szeretnék csinálni. Jó, ez a ganai rakó, ez annyira jól néz ki. Elnézést. Kehegtem egyet. Na figyeljetek, a földekre gondolt a keeper, hogy azzal kellene valamit csinálni, igen. Itt már a keeper ránézett, hogy izé, hogy figyelj de, várjál. Hogy búzát augusztusba lehet haratni. Akkor... Jaj, gyerekek, hát nekem akkora ötletem volt. Megvan. Hát itt van mellettünk egy föld. Ami ugyanennyi pénzem volt, nincs... És nem írtam át a földek árát, esküszöm gyerekek, töltsétek le ezt a mapot. De van egy rohadt nagy szerencsénk, hogy hát igazából nagyon-nagyon pici föld, tök durva, egy ilyen nagy földnek látszik, mivel ezekkel a gépekkel azért tök nehéz megmunkálni. Még ezt is ugye csomó ideig tartott felszálltani, meg mindent, de nézd oda! Jó kis búza, oda néz. De egyébként itt is vannak tök jó árnyékok most. A Farming Simulator 25-ös, ha 25-ös videókhoz hasonlítom mindig ezt az egészet, itt is vannak tök jó, oda néz, milyen jó ideig vannak. Árnyékok, ja, és itt viszont van egy ilyen búzával bevetett főzs, amit a keeper, várjál, hol vagyunk, 25-ös, értéke 7392, figyeld, és van 8222-nk, és ezt nyugodtan megnézheted, ez tényleg ennyi, nem írtam át, elég olcsók ugye ezek a földek, mert ugye láthatod, hogy itt ezek, például minden egy ilyen 4000-be kerül, ugye egy sorba vannak földek, amiket szintén lehetne vásárolni. Én arra gondoltam, hogy itt környéken már mint közel ahhoz a birtokunkhoz, itt el lehetne kezdeni egy kis mezőgazdaságot, megvetnénk ezeket a földeket sorba majd, és akkor lehetne egy olyat, hogy egy összeszántás, például kivágni a fákat, és akkor ugye itt lenne egy nagyobb termőföldünk, vagyis egy kettő, mert például, hogyha megveszem most ezt, akkor ugye ezt a fát itt kicsapnám, és akkor ezt is össze tudnám valószínűleg szántani. Bár nem tudom, hogy tuskózni tudok-e, valami olyan kézi mód kellene, amivel tudok tuskózni, de először is. Én úgy gondoltam, hogy ezt meg kéne vennünk, és akkor le tudnánk karatni, és abból megint lenne egy kis terményünk, amit el kellene rönteni, hogy mit fogok vele csinálni. Egyébként ez a 49-es, ez rohadt jó itt. Csak ez 39 ezerbe kerül. Egyébként annyira nem haladunk rosszul. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy learatunk, és ezt még eladjuk. És venni nagyobb földeket. A 23-as az elég tré. Ez mennyibe kerülne ez a sor? Ez 4500, ez 4700, 9000. 13500, meg 4000, hát ez egy ilyen 19000, ez a sor gyerekek, 19000 össze tudnék kubikolni, akkor meg tudnám menni. Egyébként ugye vettünk, várjál már itt a verdőbe is egy izét, egy földet, de most azt miért adjam el, nem gyerekek, vagy mi legyen? 79-es, ugye az ilyen nagyon olcsó volt, 1700, de azért tudunk vele számolni, ja? Úgyhogy nagyon jó, de tök durva, hogy megcsinálta a készítő azt, hogy ezek a földek. Várj, nézzünk itt, mennyibe kerülnek? 9000, 31000, bár lehet, hogy érdemes lenne egy ilyen nagyot, egy ilyen 29-es rohadt jó nagy, vagy egy 35-ös, az nagyobb, mint ez a sok. És az is 19000-be kerül, az a 35-ös, az tök jó, ott a tón túl van. Ránézzünk gyorsan, de várjál már, ezt meg kéne venni, ezt mindenképpen úgy gondolom. Ezt az 5-öset megvesszük, és ezt arra gondoltam, hogy ezt le akarom aratni. Most ezt majdnem mást vettem. Igen, hát ja, most egy kicsit 800 pénzre leugrottunk, viszont a tavon túl meg kéne nézni, mert nekem ezt a 25-ös földről volt szó, srácok. A 25-ös földet. Itt a tavon túl. De jól néz ki, itt a vizen kell átmenni. Ne! Ez mocskos jó. Na, itt a tavon túl, ez a 25-ös, figyelj milyen jó. Itt jó lapos. Meg itt, ha sorba vennénk a földeket, akkor itt azért el lehetne kezdeni gazdálkodni. Figyeljetek, 100 év a mezőgazdaságban, itt megjönnek majd az MTZ-k, megjönnek a rábák. Itt szerintem simán meg tudjuk menni mindent is. Úgyhogy ez böszme jó lesz egyébként. Ez jó lesz ez a sorozat, csak az elején nyögvenyelős, de így is volt a valóságban. A mezőgazdaság legelőször nagyon-nagyon fejletlen volt. Viszont most már a miénk ez a föld, és ezt le kéne aratni.
Egy kicsit csaltam, én ezt kihoztam. Azért hoztam, kisrácok, mert nem jöttem rá, hogy ezt hogy lehetne kihozni. Mert nem fér ki a kapur, mert ugye ezt föl tudod csatlakoztatni te a gépedre, ugye meg fogom mutatni, ugye, a biciklire egy ráteleportáltuk. Ugye ez egy ilyen cséplő gépszerű szerkezet, hát egy ilyen nagyon kezdetleges, borzalmasan kezdetleges. Csak az a gond, hogy ezt ugye rá tudod csatlakoztatni azt az eszközt, és ennyit tudsz vele csinálni ebből, ennyit tudsz kihozni ebből. És igazából ezen a kapun nem fér ki, úgyhogy ezzel lehet, hogy meg leszünk valamennyire lőve, nagyobb gépek nem tudom mennyire fognak kiférni. Egy nagyobb kombány például. Úgyhogy itt előbb-utóbb lehet, hogy problémák lesznek ezzel a kicsi faluval. Elnézést! Viszont nagyon izgulok, hogy ez milyen lesz. Hát ez igen, ez egy ilyen ekkora cséplőgép. Azért mondom cséplőgépnek, nem kombánynak, mert ez nem egy önjáró szerkezet, ahhoz... Hát, hogy ezt basszus, ez hogy lehetne elnevezni, srácok? De egyébként baze! Ja, hogy ennek volt egy külön dízelmotorja? Ennek volt egy külön dízelmotorja. Gyakorlatilag mi csak vontattuk, és ez a dízelmotor, nézd oda? Ez a dízelmotor hajtotta meg lapos szíja, várj, le kell szárnom, meg kell néznem nekem ezt a szerkezetet, ez engem érdekel. Itt van a lapos szíjhajtás, és így hajtotta meg a cséplőgépet. Konkrétan itt lehet elképzelni a régi cséplőgépeket is, csak ugye nem volt rajta dízelmotor, meg nem volt önjáró, hanem így volt egy nagy doboz, amiben lehetett adagolni be a kalászt, és akkor ugye, vagyis a kévéket szétbontották, beszórták, és akkor gyakorlatilag kicsépelte, annyit csinált. Cséplőgép, ennyi volt. És de viszont ott a lapos szíjhajtást ugye ezek szolgáltatták a traktorokon lévő, például talán ő egy lapos szíj lehajtásos kerék. A régi traktorokon mindig volt ez a lapos szíj lehajtásos kerék. Akár a körmös, mi az? HSCS, mi az gyerekek? A Hoffer, például a régi Hoffer traktorokon is volt. Meg rengetegen a Lance Bulldogon, meg az összesen volt egy ilyen lapos szíj lehajtásos dolog, hogy tudjanak bármilyen eszközt működtetni vele is. Olyan eszközöket is működtettek ezzel a lapos szíjhajtással, hogy például ilyen malmok, vagy különböző ipari létesítmények. Mivel lehet kapcsolni ki azt a rádió, gyerekek? Megvan itt a rádió. Nem jövök rá, várja? És nyomok egy olyat, akkor meg az lesz a baj, hogy itt elállítom. Na, ezt vontassuk oda, ezt próbáljuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán... Ajjaj, hát ez jó nagy ez a szerkezet. Meg jó gyenge ez a traktor, remélem, hogy el fogja tudni vontatni. Nagyon bánom, hogy nem lehet így összekötni különböző több traktort, azt úgy vontatni. Egy csomó minden azért tök jó lenne, belekerülne ebbe a játékba. Hát a Farming Simulator 25 remélem azért valamennyire fejlődik. Kicsit úgy élik meg az emberek, hogy én itt szaráfikázom ezeket a Farming Simulator új részeket, tehát most a 25-ről csinálok néha ilyen videókat, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. És tök durva, mert vannak azok az emberek, akik egyszerűen 70%-ban jót mondok például a Farming Simulator 25-ről. Komolyan. Megnézed a videót, szerintem a időtartam 70%-ában jót mondok róla. A 30%-ban azt mondom, hogy mi lenne jó még, és mit várnék, és mi az, amit nekem nem tetszik. De mindig vannak olyan emberek, akik így ki akarnak rajt, hogy én hogy merem fikázni. Pedig nem fikázom, hanem 70%-ban jót mondok róla, hogy ez tetszik, azt tetszik, jaj de jó. De vannak olyan dolgok, amik nem tetszenek annyira. És ez szerintem ez tök jó dolog, hogy azért az ember kritikusan áll hozzá a dolgokhoz. De van egy-két ember, akinek nagyon nem tetszik. De annak ellenére természetesen Farming Simulator 25-et fogunk játszani, meg hát ugye nem is nagyon van más. Úgyhogy ezt így kell megoldanunk. Nagyon érdekes az elrendezés ennek az eszköznek, rohadt jó tetszik nagyon, gyerekek. Az nagyon durva egyébként, tényleg a fater mindig szokta mesélni, hogy ő cséplőgép kezelő volt. Annyira durva, hogy egy ilyen kis közösségben, egy faluban régen, így az 1900, nem tudom hányas ilyen, 40-es, 50-es, talán még 60-as években is, mekkora nagy király volt például, aki traktoros volt. Az tényleg egy traktoros, az egy ilyen nagyon macsó csávó volt, mert ő tudta kezelni ezeket a dolgokat. Ő volt például, szokta mondani, hogy ugye házhoz szokták vinni ezeket a cséplőgépeket, nem az ilyeneket, hanem amit beszéltem, hogy ugye lapos szíjjal hajtották, és akkor ugye ott tetették őket, meg ugye gyerekek, kaszába kibentek, ugye úgy működött az aratás, hát azt már megint bezze, az a rádió, az nem tudom mivel kell kikapcsolni, már egyszer írtátok, csak nem akarom azzal vesztegetni az időt, hogy most én nézegetem a menüt, meg akkor kiesek ebből az egész ritmusba. És úgy volt ugye, hogy például elmentek
aratni az úgy volt, hogy kaszával lekaszálták, azt kévébe kötötték, felrakták a, mondjuk a szekérre, azt bevitték a házhoz, és akkor a fater a traktorra elhúzta oda a cséplőgépet, rákötötte ugye a lapos szíjhajtást, és akkor hajtatta, és akkor a faternak segítkeztek, és akkor ő etette. És ez tényleg nagyon durva, hogy ilyen, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon privilégium volt, hogy valaki ezt így tudta csinálni. És ugye oké, hogy ez egy ilyen TS világ volt, de konkrétan ez, van egy volt egy ilyen traktor, vagy esetleg több, ez körülbelül olyan volt, mintha azért a falu szolgálatába állt volna, és ez nem az volt, hogy így fusiztak bele, tehát hogy így ez egy ilyen lopott dolog volt, hanem így természetes volt, hogy mentek ide-oda, ezt csinálták vele, azt csinálták vele, és tényleg egy ilyen a köz szolgálatába állt ez egy ilyen traktor. Egyébként már mehetünk egy kicsit gyorsabban, vagy valami legyen. Mert ezzel fel kéne csatlakoztatni azt az eszközt, úgyhogy megyek egy ilyen kört, és akkor megpróbálom fölcsatlakoztatni. Remélem, hogy sikerülni fog, és remélem, hogy nem akarunk el ebbe a szántalsba például. Menjünk. És tényleg elnézést, hogy ezek a gépek lassúak. Igen, átírhatnám a config file-ba, hogy jaj, de nagyon menjenek, meg 40-nel menjenek, nagyon nem lenne autentikus. El fogunk érni arra a fejlettségi szintre, amikor rohadt gyorsan fogunk menni, rohadt gyorsan fogunk fejlődni, nagyon gyors, erős gépeink lesznek, nagyon gyorsan fogunk kultiválni, aratni, bármit is csinálni. Tényleg olyan pörgős lesz a gameplay, hogy szará fogjuk keresni magunkat. De ez még nem az a világ, és itt örültek annak, hogy például egy ilyen eszköz gyerekek, ez olyan szinten high-tech lehetett 1926-ban, hogy ezt el tudjátok képzelni, hogy nem kellett levágni kézzel, képzeljétek kézi erővel, meddig tartotta levágni kaszával például a búzát. Hát ez nem volt egy kis pálya. Igen, ez elvileg így az oldalára kell majd csatlakoztatnom, hát nagyon kíváncsi vagyok. Brutál nagy ez az eszköz. Ez valahogy el kéne találni tényleg azért egyenesen, hogy ideálljak. Mert azért nagyon sokat nem tökölhetek vele, mert azért ezt mozgatni, ezt a rohadt nagy dögöt. Mert képzeljétek, hogy ezekhez az emberek, vagy ezekhez a dolgokhoz érteni kellett. Hát remélem, hogy most... Na. Ó, el is találta a keepert. Nagyon jó. Ugye ezekhez az eszközökhez érteni kellett. Azért meg kell mondani, hogy oké, hogy megvolt a józan paraszti észre a régi világban az embereknek is. De valamilyen szinten meg kell tanítani arra, hogy kezeljék ezeket a gépeket. Elképzeljétek, előtte nem láttak gépeket, előtte nem volt. Nem úgy volt, hogy mint most, hogy a paraszt volt neki a Zetorja, volt a 82-es MTZ-je, utána vett még MTZ-t, most meg a John Deere, és volt egy ilyen egyetfejlődés, amikor megtanulhatta, és azért az alapok azok ugyanazok, hanem embereket úgy ültettek traktorokra, így az 1930-as években, meg később, hogy előtte nem láttak, előtte lovaskocsival mentek, érted? És ez is egy roppant érdekes dolog. Na, hát ezt valahol nem tudom, hogy kellene ezt megállítani. Én megmondom őszintén, szerintem úgy kéne, hogy fölfele megyünk, és csak a izét lóvatjuk be. Ugye nem kéne letaposni a izét, a gabonát, hát gondolom ezt így csináltak, és valószínűleg, hogy akkor vissza kellene jönni az elejére, és onnan kellene folytatni, vagy pedig a másik oldalán ugye menni. Csak az lesz a problém. Hú, gyerekek, ez nem egyszerű. Hát remélem, hogy működik egyáltalán amúgy, mert abszolút nem is próbáltam ki. Hát igen, ezt ide valahogy ide be fogjuk helyezni. És akkor figyeljetek, a nyomok bekapcsolom, remélem, hogy elviszi a gép. Hoppá, hallod, 10 000-es... Hallod, ez egy kicsit zabálja, úgy látom az energy-nket. Nézzétek fordulatszámot? Jó. De ez nem tudom, hogy el tudjuk-e húzni. Le is engedjük, nem tudom, hogy sikerült-e. Hát nem tudom. Várjál, mit kellene még nyomnom? Mert ez még nem nagyon szedi. Nem látom, hogy nagyon... Ez nem büszi gyerekek, várjál. Nézzük meg az F1-et, mit lehetne még? Arató szerekezet. Leeresztés a V. De nem ereszti le a gyerekek, mi a szor? De! Oké, bassze, viszi, hallod! Rohadt jó! És figyeld, oda viszi bele! Hát ez marha jó, öcsém! Hát most ne haragudjatok meg, de ez komolyan mondom, ez gyönyörűséges. Képzeljétek el azt az időszakot, amikor először láttak ilyet az emberek. Hát igen, ez a traktor, ez nem biztos, hogy erre találták fel.
szemben 1 km per órával alattunk, de még képzeljétek el, hogy még így is gyorsabban alattak, hogyha még ilyen gyorsan is ment ez az egész szerkezet, mint hogyha kézzel nekiálltam volna, és utána oké, okay, hogy lehet, hogy gyorsabban kaszálja le mondjuk a rutinos arató brigád, viszont utána még el kell vinni ugye haza, és ki kell csépelni, és így meg nem kellett. Ó, hát ez csodálatos egyébként, szerintem a hátsó kerekünk az úgy csúszik a gyöppön, de nem baj, hát ez gyönyörű egyébként, imádom. Hát ez nagyon jó, aratumba, az nagyon, nagyon retro, nagyon kultik, nagyon jó, imádom, tényleg ez gyerekek. Ez ahogy így viszi. És lesz szalmánk is, srácok, lesz szalmánk is, gondolkozzunk már. És már van 1500 liternyi. Csodálatos. Búzánk. Apa, ez mi? Ez egy tereptárgy? Ez nem örülök neki. Ez komolyan itt egy tereptárgy van? Ne. Ez mi az a csekmerét? És ez komolyan? Nem mondod, hogy itt van valami tereptárgy. Oh. Mindjárt levágom, nem, leszállok, azt megpróbálok kivágni, vagy nem tudom, mi van itt gyerekek, mi van itt. Ez mi? Mi az a bokorba? Az elakadunk ebbe a bokorba, hát ezt nem lehet kivágni. Próbálom kerülni. Hát csak kerék eléri. Az annyira erőtlen ez a gép, hogy őrület. Figyeljetek, lehet, hogy ide fogom hozni a hizet a másikat. Várj, nekünk volt, nem volt még egy traktorunk, gyerekek? Volt az a nagy debil, az a hol tűnt? Megvan nekünk az a traktorunk? Hogy azt eladtuk? Ej, mána! Hát mennyi, mána! Figyeljetek, én ezt lekapcsolom. Jó, lekapcsoltuk a izét is, az aratószerkezetet is, úgy látom. Sőt, ezt most kapcsoltuk le. Várjál, mert itt olyan fönforgások vannak, hogy mit kapcsolsz le. Jó, figyelj, elmegyek a másik traktorért, ez úgy látom, hogy egy kicsit szerencsétlen. Nem volt nekünk, de itt van bazza, ez kell nekünk, gyerekek! Mert ez bírja! Ez igaz, hogy 6-tal megy, 6 a vége, gyerekek, de ez bírja. Hát ezt mi kihagytam, emlékeztek? Mert ez olyan lassabb, hogy megőrültünk benne. Nagyon jó. Hát igen, az indítások is. Jaj, gyerekek, egyébként megmondom őszintén, én is már iszonyatosan várom. Hát igen. Nyomok neki egy tempomat, hogy gyerekek. Ja, hát ez 6-tal tudna menni, aztán megy egy 3-mal. Jaj, hát bocs, gyerekek, és te erről beszéltem, hogy ezek megkerülhetetlenek dolgok, srácok. Hát ez így működik, sajnálom. Na, viszont legalább most nem kell messze menni. Menjél már bazza be egyéb baráttal, de szórakozzál velem. Júj, ez meg viszont rúg, mint a disztó. Hát ezzel meg lehet, hogy az lesz a baj. Lehet, hogy ki kellett volna hoznom a farmolt. Na, megindulunk lefelé, oda nézzél, tesó. Ja, hát igen, nem valószínű, hogy sokan játszanak ennyire régi gépekkel, azon kívül, hogy kipróbálják őket, és egy ilyen fun faktort jelent nekik az, hogy tudnak vele ezzel működni. De, na és itt van, nézzétek, lapos szíjhajtás, jobb oldalt. Igen, egyébként is néhány traktoron, ráadásul még úgy volt megoldva ez az egész, hogy ugye voltak olyanok, amik így ugye nem ezek a sor 4-es dízelmotorokkal voltak szerelve, hanem voltak az egyhengeresek, például mind ugye a Hofferek is, azt hiszem, hogy azok is fekvő egyhengeres elrendezésűek voltak, meg a Lanzbudogok is. Olyanáluk azért jó volt, hogyha egy baromi nagy lentkerék, vagy egy lentkerékpár, ugye mind a két oldalon szokott lenni. Egy nagy lentkerék, ami ugye tovább lendítette a motort, és az is ugye egyenletesebb járást biztosított neki. És gyakran meg aznak úgy volt kiképezve a palás felülete, hogy tudjanak azzal is például meghajtani esetleg szíjat, szíjmeghajtást. Lapos szíj. De hát ezeket a lapos szíjakat úgy képzeljétek, hogy tényleg ilyen jó pár méteres lapos szíjak voltak. És akkor ugye a feszítés az úgy történt, hogy fölrakták, és akkor annyival hátrébb kellett állni a traktorral, magával a traktorral feszítették meg a szíjat. A mit tudom én hány méteres lapos szíjat. Hogyha esetleg forgás irányt kellett váltani, akkor azt csinálták, hogy megcsavarták. Csavartak egyet a szíjon,
és akkor ugye egy ilyen 8-as alakba ment, úgyis teljesen jól elműködött. Ezek tényleg ilyen hatalmas nagy lapos szíjak voltak. Na, itt a férünk gyerekek. Ha megjöttem ezzel a rettenettel, úristen. Egyébként ez már egy kicsit egyen jobban illeszkedik az egészhez. Viszont itt van ez a nagy bokor, és ebbe tényleg elakadtunk. Az ebbe el lehet akadni, beszarok, hallod? Ezt még azt mondja a keeper, hogy nincsen fizika a játékban, mi? Azt most azért meghazudtolt ez a dolog. Ha látogatunk kokosba, remélem, hogy ezt föl tudja kapni, ahogy. Úha, na. És akkor egy B-t, és azt hiszem, hogy Len is volt hagyó, ugye? Na, hát imádkozzatok, hogy ez elhügye, de úgy látom, hogy ez... Ah, ez körülött ide, gyerekek! Hát még színbe is jobban passzol hozzá. Ja, egy kicsit izai van. Fönforgása, de majd lefele rohanni fog a Verda. Rohanni fog. Ezzel egyel megyünk, hát még szerencsé ki tudja mutatni az a jelző. Figyeljetek, azt kéne csinálni, hogy elfogyom, nyomok egy jobbost. És fogunk aztán visszafele is aratunk, mi nem szaladunk. Letiporjuk, letiporjuk, ott rohadjon meg. Figyelj, addig föl kéne emelnem, nem? Meg lehet, hogy meg kéne állítanom. Mert az rengeteg motorerőt elvesz, és itt azért még eléggé... Hú, ezek a bokrok, ezek rettenetesek gyerekek. Nem is gondoltam, hogy az ennyire befolyásolott, így ezzel figyeljetek, ott is a bokor az így begyűrődött. Tök durva, mert ugye nem veszed észre, amikor egy ilyen erősebb géppel így mész. Rohadtul nem veszed észre, mert hát... Na, és akkor most megrohanunk lefele ezerre gyerekek. Többen Keeper Papa be is kapcsolja. Oda nézzé, már arra a csávó, vagy az őrült. Viszi, viszi. Na, hoppá, azért lefelé azért ideig nagyon küldjük ám neki. Hát ez lehet, hogy a régi parasztok azok... Bazen, ez ennyire letaposol, meccseim? Vagy letaposás mód ki van kapcsolva? Remélem, hogy igen, mert akkor nem marad itt se vegyi búza se. De így azért... Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy fölmegyünk üresbe. Gyerekek. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy fölmegyek üresbe eskü. Kikapcsolom ugye. Mert akkor ugye tényleg a motorerőnk az így mindjárt megugrik. Hát az mind a hat lóerő megérkezik. Gyerekek, még a izébe is el fogok akadni a szalma kupócba. Ugye ennek egyébként van annak egy kereke ott, annak az eszköznek. Lehet, hogy fölfele is megyünk. Itt most már nincs akadály. Hát igen, az az aratás, az ilyen srácok is. Képzeljétek el, mi volt akkor, amikor kézzel arattak. Hú, basz, ez rúg, mint a disztó, öcsém. Figyeljetek, annyi, hogy bálok, aztán lehet, hogy visszatolatok egy kicsit enyhébe. De nagyon tetszik egyébként. Viszont ennek aztán kölhely, öcsém. Sokan itt aggódnak, amikor... hát le kell tolatni a izajra, vagy le kell menni a most a szegény gépeknek a földre. Hát képzeljétek, mi volt régebben. De mondjuk aztán nem volt ekkora forgalom, az biztos. Azt aláírom, várj ezt így... Ez egy konkrétan egy ilyen forgószámolós eszköz, látod? Mármint úgy van, hogy az első rohadt nagy kerék, ez egy ilyen forgószámolóra van felültetve. Úgyhogy a tolatás vele nem a legildomosabb, de azért most egész jól sikerül megoldanom, úgy látom. Hát az egész jól az azt jelenti, hogy nem bugolok ki a grafikából. Most kivételesen. Na, innen indulunk. Úgy rúg ez a körmös. Nagyon jó, egyébként nagyon szét ez a gép. Visszamennék azért idővel egy csomó korba megtekinteni ezeket a dolgokat, hogy ezek hogy működtek. Rohadtul megnézzem. Ha megint elakadunk abba a rohadt üzébe, gyomba. Mennyire elviszi az erőt, nem? Ugye a hajtás. De egyébként ennek valami nem is tudom, több száz lóerő kellene ennek az eszköznek, úgyhogy gondoltam, hogy lesz baj, de hát igazából nincs traktor, ami meghajtja. Úgyhogy ez így van, meg hát domb. Tombos vidéken vagyunk, srácok. Jó, van, mindjárt leszaladunk arra. Az a baj, hogy ott van egy fa, úgyhogy azt is be kell kalkulálni. Viszont azt a fát ki kellene durrantani, de az egy ilyen nagy lombos fa, fejszével egy darabig eltart majd. Figyeljetek, van már 4000 liter cumon. Én azt mondom, gyerekek, hogy lehet, hogy azt kéne, hogy venni földeket. És lehet, hogy úgy kéne venni, meg kellene nézni mindig, hogy esetleg tudunk-e aratni rajt. És akkor ezzel az arató szerkezettel azért neki mennénk, nem? Gyerekek. Igaz, hogy egy kicsit sokáig, de így akkor a föld is megvan. Meg akkor egy kis haszon is lenne belőle, srácok. Fut, fut.
Ha megint nyomunk itt egy fordulást, még jó, hogy itt van egy ilyen plusz föld, vagy nem is tudom ez föld, de veszhetően már nem látom, hogy bármilyen számot is adott volna neki egy a készítő. Ilyen gyöpös. Ja, hát az ízét meg össze kell gyöjteni. Amikor kikapcsolom ugye. Mindjárt megszalad a gép, hozzá nézve. Próbálom megfordulni egy szép ívbe. Úgy. Ugye ide kéne tennem körülbelül a traktor, ide valahova. És akkor az majd tudja a dolgát, ugye be fog fordulni. Na, mehet is neki gyereked. Az oda befordul, hogy jó lesz ez. Ja, nem igen használom ki az egész vágószélességet, az biztos. Egy kicsit rendszerem erre. Hogy fogunk üríteni? Ugyanúgy hagyományos módon, nagyon érdekel. Vagy jó. Egyébként szép ez a traktor, nagyon szép ez a traktor. És ez egy kész, ugye? Ez egy kész traktor. Ami nincs darabokban, tudom, hogy kész, de ha jól emlékszem, ez egy kész volt. Ez egy McCormick, de azt hiszem, hogy ez egy kész gyártmány. Ugye a International Harvester az nagyon korai stádiumban már gyártotta a különböző már gőz meghajtású traktorokat is. Ha megnézed a YouTube-on a gőz meghajtású traktorokat, azokat körülbelül majd 100%-ban olyat találsz, amelyik International Harvesteres. Úgyhogy az egy nagyon nagy múltú cég. Jó, hát ezt most keresztbe fordítottam mi. Igen, az a baj, hogy a izé az meg keresztbe van ilyenkor. A kerék a vágóasztalon. És itt az nincs az, hogy megtéped keresztbe, basszus, mert itt... Ó, gyerekek. Ez jó lesz, hogyha most beszopunk. Figyeljetek, átmehetnénk a másik felére is oda. Talán el tudunk találni. Jó, hát nem tudsz keresztbe húzni. Kereket. Ezekkel a traktorokkal, ide valahol, itt a fánál kéne felmennem, és akkor valószínűleg, hogy lefogjuk már azt a részt, és akkor utána meg majd valahogy lecsapjuk a maradékot. Így valahogy gondolta a képer. Talán el is férünk. Ott a cső azt hiszem, hogy nincsen neki kolizsenje, úgyhogy az át fog jönni a fán, igen. Jók vagyunk, gyerekek, oda nézzél, milyen szép! Hát azért ez egy csodálatos dolog, gyerekek! Ez komolyan mondom, hogy szép ez a dolog. Ma meg is van az index képnek való kép. Na, csak szenvedés van, gyerekek, rúg a merda, vagy nem tudom mi történik, rúg mind a disztó. Egyébként miért keresztbe megy ez most? Miért nem akar menni? Valami be elakadtunk? Ott van egy izé tuskó, vagy mi van ott? Nincs tuskó, basszus. Miben akkor el néha? Várjatok, fölveszem. Annyit tudok, hogy leállítom és elindítom. Ja, hát ide az egy MTZ azért vinné mind a szart, mi gyerekek? Az a próbálok trükközni, hogy néha leállítom. Viszont érdekes, mert ugye a meghajtás az egy külön dízelmotorral van. Szóval nagyon elég érdekesen működik ez az egész. Hát ja, egy nagyobb traktor, majd megpróbálok nézni neki is, srácok. Na, leállítottam, most megpróbálunk megfordulni. Hát már egy olyan kettőbe szerintem le tudnánk húzni, valami jó ívesen kéne fordulni. Hát lehet, hogy meg kell volna még a farmollal próbálni, lehet, hogy az jobban bírta volna. Na, hát itt ezen az emelkedőn meg tudom fordítani. Ez nagy csoda lesz, de lehet, hogy ide kell hozni a farmot. Meg nagy ívbe kell fordulni, mert keresztbe téped a vágóasztalt, akkor az nem fog működni, mert van hátul egy kereke. Jó, most megpróbálom megmutatni. Itt, és ugye, hogyha nagyon keresztbe állítod, akkor az nem forog, hanem az keresztbe áll konkrétan. Ajaj, elfordul. Fordulj, elfordulj! Igen, ez most már eléggé nagy szögbe van. Ja, neki mentünk, nem mentünk neki, ugye? Gyere barátom, gyere, hát az nagyon szenvedése. Gyerekek, kell nézni egy traktort. Egyébként van egy darab, amelyik nem rossz.
Csak gőzmeghajtású, de lehet, hogy vissza fogunk térni a gőzmeghajtásra, esküszöm. Tudjátok, mi kellene? Izébe az -e. Ökörrel meghúzni ezt. Nem tudja, az vinné mindet. Főrütt. Gyerekek, várjatok, én megpróbálom kiszabadítani. Bocsánat. De mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Várjatok, egy kicsit megpróbálom, jó? Megtaszajtom. Nagyon imádom, hogy bugos. Aj, de imádom. Jaj, de csodálatos. És meg beleizéltem, belebugoltam abba valamibe. Egyébként miért nem akarja húzni most? Nem azért, de leír valami? Várjál. Nem tudod a kerekek... Át, gyerekek, várjál, odébb kell taszajtanom. Hát nem hiszem el egyébként, komolyabb oldom. De ne bugoljál, légy szíve, ne bugoljál be. Megfoglak és az odébb löklek, de ne bugolj be. Ne kezdj el bugolni. Oké. Okay. Hú, hogy áll ez a traktor? Meg van gyűve. Na, az elindulás az nem két másodperc. Ezt előürítünk valami frankó pótkocsira, vagy pedig lehet, hogy a lóes szekérre, mert azt is azért kére használni. Ez nagyon meg van tűzve valahol, szerintem valami dombódalban vagyunk, vagy az Isten tudja mi van, gyerekek, de nézd már meg. Keresztbe állította ezt a vackot. De most miért áll egy oda rész keresztbe állt, bazze? De miért áll keresztbe, figyelj? Na, végre megindult, szerintem ott megakad valami domba. Aha, gyerekek, ez nagyon... Nagyon túró volt. Bocsa érte, bocsa. Higgyétek el, próbálja képer azt összehozni, de... Örülök neki, hogy végre vissza tudtam fordulni. Valahogy így. Rettentően nehéz kiszámolni, hogy hol mennyi a... Borzalmasan nehéz. Ilyennek egyébként egy erős traktor lenne, akkor tök kajak lenne szerintem. Akkor nagyon szeretnénk. Viszont most akkor mit fogunk csinálni, gyerekek? Most azt találjuk ki. És megint egy fordulás kell. Komolyan mondom, elmegyek erre fordulat. Aztán lehet, hogy... Ó, nem tudom, hogy mit csináljak. Annyira gyengék ezek a traktorok ehhez. Lehet, hogy tényleg ki kéne próbálnom a izét. A formolt. Talán az még erősebb ennél. Nem tudom, ezek minden egy ilyen nagyon kak. Minden egy ilyen nagyon kakka. Az a baj meg az is, hogy fölfele, meg a, tényleg ez a fordulás. Egyébként jobbra tudsz vele fordulni, na most jöttem rá. Mert jobbra ugye ez a kerék, látod, akkor hátrafele megy. És akkor nem tudod keresztbe hordani, húzni, látod? Hát ezzel mindig jobbra akar fordulni, az a lényege. Gyerekek, de lehet, hogy már ezt mondtátok ti, hogy hülye vagy képer, jobbra fordulsz, nincs gond. És tényleg az a lényeg, jobbra nem, jobbra fordulni tudsz, balra nem tudsz fordulni, mert akkor húzza azt a rohadt vágóasztat. Úgyhogy ez elég szívás, de ez így van, gyerekek. Ezzel jobbra kell fordulni, ha? Mondjuk jó lenne, ha látnánk is valami. Gyönyörű, egyébként olyan szép, ahogy dolgozik, az megér egy misét, ugye? Viszont itt ugye nem egyenesen csináltam. Ajaj! Gyere barátom, gyere! Gyere, 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 itt van a bokor! Na! Na, még egy kicsit, oké, okay, mehetünk. Okay. Jobbra kell fordulni, az a lényeg. Öcsém, szerintem ennyire alatt még ember nem maradott le, nem? Az nagyon brutális egyébként. Hát igen, erős traktor lenne, akkor jó lenne, mert akkor tudod rángatni, tök gyorsan vele, tudsz vele aratni, nem adtuk félni, hogy mindig elakadsz. Ja, úgyhogy lehet, hogy ezt eladjuk, srácok, lehet, hogy eladjuk, és akkor gyűjtünk. És lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy majd, hogyha annyi földünk összejön, akkor inkább azt csináljuk, hogy veszünk nagyobbakat. Ez az összeszántás most annyira nekem nem feküdne. Vannak itt földek, nem kéne szétrongálni ezt az egész izét, az egész napot. Ezt valahogy be kéne oda csúsztatni a fal mellé. Úgyhogy nem lesz egyszerű, tudom. Beindítjuk mindjárt, és akkor meg kéne azt csinálni, hogy így becsúsztatjuk. Így, még egy kicsit. Aztán elhúzzuk, és akkor utána nyomunk egy fordulatot. Na srácok, elférünk? Elférünk, ugye?
Soha ne félünk. Figyeld a képer! Mesteri! És akkor most nyomunk egy fordulót. És akkor visszatolatunk, figyeld. Ki van találvám. Visszaszedjük. És már megint balra akarok fordulni, már megint be fogok szubizni. Ilyen tolatást sem vegyem neki, öcsém. Még kikapcsolhatnám addig, ugye? És akkor most előre. Indítsuk el, és akkor ráfordulunk ide. Ó, fakje! Hát nem a legjobb, de örülök neki, hogy mozgásban van a szerkezet, komolyan mondom. Én már attól boldog vagyok. Mert különben ez tényleg tudom egyre válom. De figyeld, már megint meg nem megy. Megint nem megy! Húzzon neki! Húzzon neki! Gyerekek, a rapi ennyire nyögvenyelős, amit soha nem raktunk szerintem. És majd írjátok, hogy hát bazze azért gondoltam, hogy egy kicsit gyorsabban is adhattunk volna, de hát az ember. Ne haragudj, de nem tudtam megoldani ezt a dolgot. Ezt a maradékot még jó lenne lecsapni valahogy, tehát aztán annyira nem egyszerű, mint amennyire látszik. Meg főleg azért nem egyszerű, megmondom őszintén, hogy mert annyira rettentő lassúak vagyunk, és folyamatosan frusztrációmban, hogy vajon képesek leszünk-e elfordulni. Ez egy kicsit problém. Na, igen, megint keresztbe szedjük balra, de úgy látom, most jók leszünk, mondta, hogy jók leszünk. Jó, learadtunk, gyerekek, és még a szalma is ott van, jó van, egy-két kalász ott maradt. Azzal ne foglalkozzatok, mert nem érdemes. Hallod? Sikerült, basszus, én ezt nem gondoltam volna. Öcsém, pacsiga. Ez brutális ez a menet volt. Majd hozom a lovaskocsit, jó? Hozom a lovaskocsit. Ürítés az ugyanaz, óval? Duda? Kirakás itt, Ctrl I. Jó, akkor biztos fog az üríteni, ugye? Óval, nem is óval kell, te hülye vagy képer. Na, hagyj járjon a traktor. Ehely, basszus gyerekek! Ez nagyon szenvedés volt. Mindjárt hozom a lovast. Mondjuk onnan hogy fogok kijárni? Jó, ráálltam a vizébe. Farmolla. Ja nem ide kellett volna, nem a bokra kéne ülnöm, hanem valamit csinálni is. Hát ez, igen, itt vannak bajok. Megpróbálunk előre elmenni. Van krupliszedők, minden eszközünk, oda nézzetek mennyi van mi. Egyébként lehet jobban jártam volna, izébe megvontatom kettő körre, komolyan. Hát, hogy azzal kellene volna, srácok, két ökörre meghúzni azt a szerkezetet. Na, ki te? Lol, a hülye. A hülye keeper mire nem vállalkozik, hogy ilyen pompás. Maradtál, így elmegyek erre okosba, figyeld. Erre egy rohadt kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni. Lehet, hogy úgy működne, hogyha normálisan állnék ide, ugye? Tulatni gyerekek lehet izével? Ökröcsszeg érre? Mit gondoltak erről a helyzetre? Ott a félek az ökrök izé szarva beakad itt, basszus, komolyan mondom. Nem annyira akar ez, hogy üritünk? Ah, jól működik gyerekek. Elvizel, nagyon jó! De ez brutál. Imádom, komolyan. Ennyi búzám lett. Az egy gyerekek, pillanat. Csörög a teló.
Jövök! Bocs, srácok, ráhalásul egy másik üzébe, másik helyiségbe. Jó, ezt megállítjuk, és akkor megnézzük, mennyi pénzt kapunk ezért. Jó, gyerekek? Hát nem egy olyan nagy eresztés volt. 1400 liter? 14000 liter? Hát ez nem rossz szerintem, ember. 14000 liter. Várjál, búza. Jó szar állapotban vagyunk, nem? 800. 1000 literét, akkor ez 8000, 10000-et kapnánk ért. Ez mennyire megy föl? Hát akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy elraktározzuk, azt figyeljük, nem? Hát ez nem, ne az legyen, hogy ilyen rohadt olcsón eladjuk. És kocok, úgyhogy ezt lehet, hogy el fogom izélni. Elraktározza a keeper. De mondjuk 10000-et kapnék érte, kicsit majd mindjárt számolunk, jó? Meg ti is nyugodtan írjátok meg, hogy szerintetek hogy csináljam. Itt mondjuk ezt mindenképp ki akartam próbálni, hogy ez hogy működik. Ebbe a generibe vagy mi ez, ebbe még nem pakoltam ilyet. Na, ezre kíváncsi vagyok tényleg. Ha? Áttöltés megkezdése. És van nekünk, mert ráraktározott búzánk 1436. Hát ez rohadt jó, gyerekek, azt én nagyon élem. Ez baró jó. Viszont meg van szalmánk is. Tök jó. Erre a kocsira föl tudok szalmát? Hát az igen, kemény volt az ökrünk. Kicsit nagy sebessége megyek. Föl is sírtak. A szalmát azt meg mi veszedem össze? Úristen, vellába kell összeszednem. Az úgy nagyon kemény lesz. Viszont van egy csomó szalmánk is, úgyhogy az is jó. Kettő darab földünk van, gyerekek, tök jó. Én azt mondom, hogy inkább a nagy földekre mennék rá. Komolyan. Egy kicsit nagyobbakra, vagy nem tudom, írjátok meg szerintetek mit, vagy állatot tenyésztek? Az a baj az állattenyésztése, hogy ugye, mivel egy részben nagyon nem pörgetjük az időt, így nem nagyon hoznak az állatok dolgokat, érted? Úgyhogy ezért egy kicsit meg vagyok ebből, ezzel kapcsolatban lőve. De írjátok meg nyugodtan, vagy pedig hogy csináljuk, hogy pörgessünk időt, vagy hogy legyen ez az egész. Aha, ezzel nem tudod a szalmát. Tik az. Ja, fel tudod, csak az már nem a mi földünkön volt szerintem. Az nem jó dolog. Jó, az lehet, hogy már nem a mi földünkön volt. De, várja. Ja, ez már nem. Ugye akkor nem tudod felszedni. Ez egyébként egy nagyon nagy marhaság. Hát ez az én szalmám, csak egyszerűen annyi a probléma vele, hogy nem oda szórta le. Jó, hát a szalmából is lehet pénzt csinálni. Ó, kicsit benyomjuk gyerekek, de jók vagyunk. Ugye megpróbálja még egyszer a keeper így, hogy a saját földemen állok. Szóval nem akarja így se, ez sorry. Ezt cseszhetjük. Meg ezt is? Ez úgy marha jó, látod? Azt nem tudja már felszedni. Ez eltűnik onnan legalább, vagy így örökre ott rohad meg. Ez gáz. Közben meg valamelyik traktor megy. Szerintem a Forcon. Hallom, hogy itt darál. Na, mindjárt ránézek erre. Jaj, de jó szalma! Na hát ezt, jó, össze kell kaptuk a következő részbe, srácok. Oké, hát szerintem az ennyi volt. Nem akarom tovább húzni az időt. Meg volt az első aratásunk, de tök jó. Írjatok, hogy szerintetek mit kellene csinálni. Én megmondom őszintén, én a földekre rámennék. Ugye van akkor most... azt mondja, hogy 14000, és olyan 1000... Hát akkor 14000 pénzt szerintem ebből ki lehet hozni, hogyha esetleg följebb megy az ára. És akkor nézzük meg már a földeket. 14000-ből egyébként... abból... a 35-öst majdnem meg tudnánk venni szerintem, hogyha eladnám a viszont földeket nem is kell eladnunk. Viszont eladnám ezt, meg ugye esetleg valami olyan gépet, amit nem használok, akkor meg tudnánk venni a 35-ös. 35-ös tetszik. Ez azért elég nagy, meg olyan, azon már lehet gazdálkodni. Bár aztán, amire felszántjuk gyerekek, arra lemegyen abba, az biztos. Itt ezt valahogy nincs kedvem ezzel a négyel tökölni, hogy itt összeszántom ezekkel a kicsi gépekkel. Figyelj, 30-as, 15000 és egy nagyon hosszú. 29-es, 31000, a 35-ös ez baráti. Meg mellette a 34-es is majd, meg a 33-es. Ezt így el kellene foglalnunk. Majd pedig az a baj, messze meg nem érdemes elmenni, főleg ezekkel a lassú gépekkel.
6-os 25 ezer odarész pedig rohadt nagy. De 35-ös nem kicsi, így látod a többihez képest, sőt, majdnem az egyik legnagyobb. Mondjuk jó, a 28, a 29-es, a 28-as, 27-es nagyobb, a 6-os nagyobb, de aztán lassan a 35-ös jön. Hogyha nem veszük, például ez azt hiszem, hogy ilyen gyöp, ez meg erdő, ugye. Na, gyerekek, akkor én erre gondoltam, írjátok meg, hogy szerintetek hogy legyen. Mentek egyet mindenképp, ugye természetesen. És akkor várlak benneteket a következő részben. És tippeket, hogy mi, merre menjen tovább a gazdaságunk. Ja, meg a szalmából is lesz pénzük. Na, köszi szépen a figyelmet, csácsomi csőtészta.